Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. A mai napon a kormányinfón elhangzott, Magyarországon március 15-éig érvényben maradnak a jelenlegi korlátozások, amik ugye november 11-én léptek életbe. A szakértők véleménye szerint egyébként a járvány a harmadik hullámát is elérte Magyarországon, ezt mutatják a számot. Erről és a fehérvári intézkedésekről is szót ejtünk stúdiónk vendégével, Palkovics András polgármesterrel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok én is a nézőknek. Nyilván polgármesterként ön is folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi adatokat és a folyamatos információkat. Tehát a számok azért mutatják azt, hogy valóban van okunk egy kicsit aggódni, ami a számokat illeti. Igen, hát mielőtt befejeződött volna a második hullám, elkezdődött a harmadik, ez most már azt hiszem, hogy egyértelműen az elmúlt napok számaiból látszik, kiderül, nem kell hozzá a járványügyi szakembernek látni, hogy bizony ezt sajnos érzékelhessük, és itt versenyfutás zajlik az idővel, hiszen a számok sajnos újra emelkednek, ami viszont egy jó számemelkedés, az pedig a beoltottak száma is emelkedik, és látszik, hogy igazán a megoldás ebben a helyzetben a vakcina. Azt is látjuk, érzékeljük a városi adatokon is, hogy a vakcinából is egyre több érkezik szerencsére, úgyhogy miközben az intézkedések meghosszabbításra kerültek március 15-éig, egyébként amivel az is látszik, hogy a március 15-ét hagyományos rendezvények tekintetében nem fogjuk tudni megrendezni, megszervezni, nem lesz városi megemlékezés és ünnepség sem iskolai keretek között, azokon a területeken, szobroknál, emlékműveknél, ahol ez meg szokott történni minden esztendőben, ugyanúgy március 15-én sem tudjuk megtartani az ünnepi eseményeket és rendezvényeket. Nem maradunk ünnepi program nélkül, hiszen itt vagyunk a televízióban, ahol azt hiszem nem is egy, hanem két alkalommal kerül majd március 15-én este 6 és 8 órakor bemutatásra a Matuz János vezetésével a fiatalok által készített tévéjáték, ami biztos, hogy most is nagyon méltó lesz az ünnephez, és most pedig hiánypótló is abban az értelemben is, és sajnos nem jöhetünk össze, pedig hát a március 15-e az igazi közösségi program szokott lenni, de a fiatalok segítségével mégiscsak méltó módon emlékezhetünk majd a március 15-i eseményekre és 48-49-es szabadságharc és forradalom hőseire. Viszont a másik oldalon az is látszik, hogy azért az a bizonyos fény az alagút végén már igenis érzékelhető, hiszen azok után, hogy beoltásra kerültek a Fehérváron dolgozó egészségügyben dolgozó szakemberek, a szociális területen is megtörtént nem csak az első oltás, hanem a Kossuth Zsuzsanna intézményünket nézve a több telephelyen már a második oltás is, és a napokban meg fog történni a Rákóczi úti otthonban is. Ez ugye ellátottakat is jelent, és szakembereket is jelent. Tehát a szociális szektorban, a bentlakásos intézményeknél szintén már a második oltáson vagyunk, vagy legyünk túl napokon belül. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon jó hír. És a házi orvosaink is azt jelzik, jelentik, hogy folyamatosan érkezik már vakcina, és azon sorrend alapján, ami alapvetően kor szerint és krónikus betegség szerint sorolja be a fehérvári embereket, sorban is folyamatosan hívják már be az érintetteket. Az egy pozitív visszajelzést, hogy döntő módon kérik is a vakcinát, nem igazán tesznek különbséget, hanem elfogadják az éppen rendelkezésre álló vakcinát. Van, amikor ez amerikai, van, amikor ez keleti, van, amikor európai vakcina. Én mindenkit arra kérek, hogy aki eddig nem tette meg, az regisztráljon az oltásra. Ez fogja azt a megoldást jelenteni, amivel visszatalálhatunk a rendes kerékvágásba a mindennapi élet tekintetében. Szerintem mindenki erre vágyik. Hát amikor itt most jöttem ma a médiacentrumba, gyönyörű napsütés, nem tudom, 15-16 fok, igazi tavaszi idő, hát ki ne örülne annak, hogyha ilyenkor egy jó séta mellett le is lehetne ülni valahol, beszélgetni, találkozni ismerősökkel, barátokkal, családtagokkal, de ha most már több mint egy esztendőt kibírtunk, akkor ebben pár hétben legyünk még óvatosak, tartsuk be a szabályokat, óvjuk, védjük magunkat és szeretteinket, barátainkat, más embertársainkat, és közben pedig gondoskodjunk arról, hogy amikor eljön az ideje, akkor be tudjanak bennünket oltani. Az oltakozási kedv talán egy kicsit javult, hiszen 2.460.000-en regisztráltak már eddig oltásra, ez a friss adat, a mai adat egyébként. És abba bízom, hogy amikor látják azt, hogy tényleg ebbe a bizonyos T-szakaszba, tehát a tömeges oltás szakaszába ér az ország, akkor érzékelik, hogy tényleg nagyon kézzelfogható közelségben van már más korosztályok számára is az oltás elérhetősége, akkor ez talán még tovább fog
fog nőni. Ugye azt mondják, hogy azért kellene egy ilyen 50-60%-os átoltottság ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy túl vagyunk ezen a nehéz időszakon. Ehhez azért még ebből a számból is látszik, hogy van mit hozzátenni, de a tendencia az mindenképpen pozitív. Én annak is örülök, hogy Fehérváron nincs ebből közéleti vihar, tehát én úgy érzékelem, hogy mindenki igenis oltáspárti, és segíti a saját csatornáin azt, hogy az emberek regisztráljanak és vegyenek részt ebben az oltási programban. Megkérdeztük egyébként a fehérváriakat is, így egyáltalán az újranyitásról és egy ilyen pandémia helyzettel körképpel is készültünk. Tekintsük most meg ezt együtt, és akkor utána innen folytatjuk. Őszintén megvolva, nem sok mindent, mert addig, amíg fönt áll ez a Covid helyzet, addig semmit különösebben. Látom, hogy szépen felújul a város, nekem nagyon tetszik, mert én csak pár éve költöztem ide. Őszintén megvolva, nekem nagyon tetszik, nagyon élhető városnak tetszik. Vagyis hát tűnik az egész. Tulajdonképpen meg vagyok elégedve mindennel. Szép a város, működik a városgondnokság, takarítanak, tetszik. Nincsenek, különleges kérdésem nincsen. Én meg vagyok vele elégedve teljesen, mert azt mondom, teljes lábbal él a földön, semmit nem kérnék tőle, mert így jó, ahogy ő akarja. Jó itt lakni, úgy tudom, hogy távolabbi ország részekből is a munkája reményében jönnek ide lakni többen, több ezer ember akár északi részekről. Tehát nyilván van ennek relevanciája, oka, hogy miért akarnak itt lakni a Fehérvár vagy Fehérvár környékén emberek. Hát ez is biztos, hogy a bizonyítványhoz tartozik, a vezetés bizonyítványához. Nincs különösebb, én öreg vagyok már, 92 éves, úgyhogy nem kívánok semmit, drága. Már ez, ha fiatalabb lennék, akkor igen, de több munkahelyet, ezt kívánnám. Különben meg vagyok elégedve az egész város vezetésével. Mindig elolvasom a Facebookon, hogy mit ír, úgyhogy tájékozott vagyok. Köszönöm szépen. Jó lenne tudni, hogy mikor tud újra nyitni minden, mert én is itt dolgozom, és beülős helyen mégiscsak jobb lenne, de megértem, hogy miért van szükség a szigorításokra, de azért jó lenne tudni. Kinyithatnának az üzletek, újraindulhatna az élet, újra lehessen járni meccsre, tudjunk bandázni, lehessen járni rendesen edzőtermekbe. Igazából nekem, meg szerintem minden fiatalnak ez a vágya. Igazából csak annyit, hogy ezt az egészet így megszüntetetné, szóval, hogy járhatnák suliba is, mert ez a Covid, ez hát én értem, hogy Covid meg minden, de ez az online oktatás nem a legjobb dolog. Szóval, hogy én is rontottam így a jegyeimen, így nem annyira tudunk tanulni, meg hogy az éttermek is kinyithatnának, mert én szakásnak tanulok, és így nagyon rossz, hogy csak a kiszállítás van. Nos, hát azt hiszem, hogy voltak vélemények is, sok elégedett hang is, hát itt van valóban ez az egy éve tartó bezárt állapot, talán a fiatalok véleményéből ez is lejött. És hát valljuk be, hogy abszolút érthető, hiszen fiatal nincs ahhoz hozzászokva, hogy ennyire korlátozva legyen a szabadságában, a mozgásában, a program szervezésében, hogy ahogy elhangzott, hogy ne járhasson iskolába. Azt gondolom, mindegyikünk életéhez hozzátartozik nagyon sok olyan dolog, amiben most korlátozva vagyunk, és az egy év az nagyon-nagyon hosszú idő. Hát ha valaki mondjuk 2019-20 fordulóján azt mondta volna, hogy ilyen szinten leszünk a mindennapokba korlátozva, szerintem el se hittük volna, mert már úgy nőtt föl sok-sok generáció, hogy szerencsére semmilyen oka nem volt arra, hogy ne azt csinálja, amit egyébként szeretne csinálni. Ez most egy ilyen időszak, tényleg megértem azt, aki nyitást szeretne, én magam is minél hamarabb benne örülnék az újraindításért, már dolgozunk, különböző támogatási programokat adunk, mind-mind már arról szól, hogy amikor az a bizonyos újraindítási lehetőség megnyílik, amikor a járványhelyzet azt lehetővé teszi, amikor az átoltottsági szint lehetővé teszi, akkor minél gyorsabban, minél pörgőbb módon lehessen az életet újraindítani azokon a területeken, ahol most korlátozva vannak a mindennapjaink. Én még egy pici türelmet, kitartást kérek mindenkitől. Tényleg több mint egy éven túl vagyunk.
És ehhez képest szerintem, ami még előttünk van, az már nem annyira hosszú idő, úgyhogy én bízom benne, hogy ezt még türelmesen kibírjuk, betartjuk az intézkedéseket, hordjuk azt a maszkot, ahol az kötelező, és segítünk azokon, akik esetleg ebben a helyzetben erre a segítségre rászorulnak, odafigyelünk különösen az idős emberekre, rokonokra, barátokra, ismerősökre, a krónikus betegekre, ha valakinek segíteni kell, segítünk, vagy értesítjük akár az önkormányzatot is, hogy valaki adott esetben a környezetünkbe segítségre szorul, és persze közben meg már dolgozzunk azon, hogy amikor az újraindítás lehetséges, akkor azt jó értelemben élvezni tudja mindenki. Szerintem minden generáció ma már erre vár, fiatalabb és idősebb egyaránt. Azok a kedves hangok, amik elhangoztak, azok túl szépek is voltak, hiszen én azért számos olyan dolgot tudnék mondani polgármesterként, ahol nem ott tartunk, ahol akár én magam is szeretném, ahol előre kell még lépnünk, de összességében talán az mégis pozitív, hogy az volt ezekből a üzenetekből, ezekből a véleményekből kihallható, hogy szeretnek itt élni az emberek, és szerintem ez a legfontosabb. Egy nagyvárosban mindig van kihívás, Covid nélkül is van, hát még egy ilyen időszakban, mindig van probléma, mindig van megoldatlan feladat, vagy olyan, ami megoldásra vár, mindig van olyan, amivel esetleg nem értünk egyet, de összességében a hangulat pozitív. Ha a városban élők szeretnek ebben a városban élni, ha ez a mi közös otthonunk, akkor az közösséget erősít, az egyént boldogabbá, mosolygossabbá teszi, és valójában azt valósítja meg, ami legfontosabb célunk. Említette, hogy dolgoznak azon, hogyha újranyitás lesz, akkor valóban az említett helyszíneknek, az említett területeknek tudjanak segítséget nyújtani. A héten, hogyha jól emlékszem, jól számolok, két ilyen gazdasági mentőcsomagról is szó esett hétfőn és szerdán is. Igen, hétfőn új elemekkel egészítettük ki ezt a bizonyos mentőcsomagot két területen. A korábbi bejelentések nyomán kaptunk egy nagyon jó összefogott anyagot az utazási irodáktól, és kérték, hogy őket is vonjuk be abba a körbe, ahol támogatást biztosítunk minden egyes megtartott munkahely után az adott utazási irodát működtető vállalkozásnak. Ezt megléptük, tehát ott is igaz lett az, hogy aki legalább a felét a munkahelyének megtartotta, az benyújthat egy pályázatot, és a pályázat keretében minden egyes munkahely után 50 ezer forint támogatásban részesül, maximum 2 millió forint ennek a kerete. A beadott dokumentum alapján közel 80 ember után fogunk egyébként a városban így segítséget nyújtani az adott vállalkozásoknak. A másik terület az egy teljesen új terület, nem is tudok róla, hogy az országban máshol ilyen jellegű támogatás elindult volna. Egyeztettünk egyébként az érintett szereplők közül sokakkal, előadó művészekről beszélünk, akik túl azon, hogy a saját életükben talán legfontosabb dolgot, a fellépés lehetőségét, a koncert lehetőségét vesztették el ebben az időszakban. Ez azt is jelenti, hogy a megélhetésük egy jelentős részét is elveszítették, hiszen nyilván koncertekből, előadóestekből, fellépésekből származott az ő bevételeik jelentős része, erre most nincsen lehetőség. És mi azt a segítséget ajánlottuk föl, szintén pályázat fog erről megjelenni, hogy akivel le tudunk szerződni egy vagy akár több rendezvényre, akkor mi most kifizetjük az ő gázsiának a jelentős részét, mondjuk 80-90%-át, és majd magát a koncertet, magát az előadóestet, azt 2023. december 31-éig kell valamikor Fehérváron egy városi szervezésű, városi rendezvényen megtartaniuk. Tehát a rendezvény majd akkor lesz megtartva, amikor erre lehetőség van, viszont pénzügyi támogatást most adunk azzal, hogy kifizetjük a gázsiát. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem arra készülünk, hogy 2023. december 31-éig ne lehessen rendezvényeket tartani. Azért ez a széles határidő, mert abban bízunk, hogy ahogy pár hónap múlva az újraindítás megtörténik, ők újra tudnak menni koncertezni, fellépéseket tudnak vállalni, és nem szeretnék őket, nagyon nehéz lesz összehangolni, mert mi is számos rendezvényben gondolkodunk, szerintem az emberek erre abszolút ki vannak éhezve, tehát csak ezért szól ez az időpont így. A lényege nem ez, a lényeg az, hogy ezzel is segítséget tudunk nyújtani. Ebbe egyéni művészek ugyanúgy beletartoznak, mint együttesek, és olyan művészi kört szólítunk meg, akik valamilyen módon kötődnek Fehérvárhoz. Itt éltek, itt születtek, adott esetben itt jártak középiskolába, vagy mondjuk egyetemre, és művészként kötődnek ehhez a városhoz, még akkor is, ha lehet, hogy nem itt élnek.
Tudjuk, hogy vannak ilyen nagyon közkedvelt együttesek is, zenészek is, művészek is, hogy őket szerettük volna egy kicsit segíteni. Nagyon pozitív volt, ahogy visszaigazolták ezt, hogy ezt ők nagyra értékelik, és ez nekik tényleg egy komoly támogatás, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon jó hangulatú bulikban és koncerteken vehetünk majd részt velük együtt, nem is olyan sokára majd. Talán amikor legutóbb itt járt nálunk vendégségben, akkor még csak beharangozó szinten foglalkoztunk itt a köztérben azzal, hogy hát Ikarusz buszokat tesztelhetnek, majd a fehérváriak indul a zöld busz program, és hát eljutottunk oda, hogy lassan véget is ér ez a program. Rába Henriett a kolléganőm fölszállt és megkérdezte az utasok véleményét, nézzük meg, aztán innen folytatjuk. Egyedi, ugye még azért ilyenben még nem ültünk, és hát a Fehérvári újságban is írták már, hogy lesz, és akkor várom a busz megállót, és akkor ott van két nappal ezelőtt ez a busz. Úgyhogy nagyon örülök neki, most ülök benne először. Hát csak így tovább, sokat kérünk ebből. Fehérvár. Hogyha összehasonlítja mondjuk a másik busszal kapcsolatban, akkor mi az, amit tapasztalt? Ó, hát ég és föld. Az a zaj, az a ricseg és ropogás, a középső csuklós részén, hát szóval más, teljes más. Gyűjnek az ülések, érdekes formában vannak. Jó, tetszik, nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszik. Csendes, nem büdös, nem füstöl, kényelmes, nagyon jó. Jó lenne, ha minden buszunk ilyen lenne. Nem tudtam, hogy ez a busz lesz, de már láttam különben, és szerintem nagyon jó, hogy ezt itten beüzemelték Fehérváron. Remélem több is lesz. Kényelmes. És környezetbarát magyarul. Szóval csendes járatna. Ilyen sok kellene ide a városba. Kíváncsi leszek, mert a Csár Parkovics 12-t ígért ebbe a malfenébe, hogy annyian jönnek. Az jó lenne. Mert számon tartják, hogy mennyit ígért, igen. Miből mennyit ígért. Igen, nagyon, nagyon érdekes, ott még a számot is tudták, de nagyon jó volt a visszaigazolás, mert az Instagram oldalamon nagyon sok fiatal jelezte vissza, hogy nagyon tetszik nekik a busz, viszont ebben a bejátszásból szerintem egyértelműen látszik, hogy gyakorlatilag minden generáció megtalálja azt az elemet, ami miatt neki ez az autóbusz tetszik. Szerintem ez egy nagyon jó minisztériumi kezdeményezés volt. Egyébként nekünk is, mert üzemeltetőként is ki lehetett próbálni a Volánnak is, mögötte a megrendelőként az önkormányzatnak is, rengeteg tapasztalatunk van. Az is látszik, hogy még a leghidegebb napokon is 200 km körül tudott az autóbusz, tehát ennyi volt a hatótávolsága. Ilyen időben ez egyértelműen 220-240 km, ami közel van már ahhoz, hogy ez megoldás is legyen a város közösségi közlekedésében. Ugye egy töltőt is kap hozzá autóbusz töltésére alkalmas eszközt a város. Ez nem annyira látványos, viszont abszolút szükséges. És hát dolgozunk rajta, szeretném visszaigazolni, mert a 12-es számot sem felejtettem el. Gyakorlatilag megállapodtunk a Volánbusszal. Palkovics miniszter úr járt itt a hétvégén, és ő jelezte, hogy önkormányzati visszajelzéseket is meghallgatva a korábbi 50%-os pályázati támogatási intenzitást, azt megemelik 80%-ra. Csendben jegyzem meg, hogy mi az 50%-on is elindultunk volna. Viszont ennek megfelelően kategóriákkal lesz olcsóbb az autóbusz. 10 évre körülbelül 400 millió forintot kell fizetnünk, és érkezni fog az a bizonyos bejátszásban is elhangzott 12 elektromos autóbusz. Mi ehhez minden támogató nyilatkozatot, kötelezettségvállaló nyilatkozatot önkormányzatként néhány napon belül kiadunk a Volánbusz irányába, és ő pedig tud pályázni, és a pályázat után ő szerzi be azt az autóbuszt. Azt szeretném említeni, hogy ez közbeszerzési eljárás keretében az állam szerzi be. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen márkájú busz lesz. Nyilván nekünk van a szívünkhöz nagyon közel álló. Ilyenbe utaznak egyébként most a fehérváriak. De ugye nyilván részben Európai Uniós, részben pedig állami forrásokból, tehát közpénzből valósul meg ez a fejlesztés. Értelemszerűen az ehhez kapcsolódó szabályokat be kell tartani. Azzal jó hírrel talán szolgálhatok még, hogy tárgyaltunk már a Volánbusszal arról is, hogy a 12 autóbusz fölött még egy 3 × 6 autóbuszra igényt tarthatnánk, tehát ez 16-18-19, megközelítőleg 20 elektromos autóbuszt jelenthet. Több ütemben jelenhetnek ezek meg a városi közlekedésbe. Most a 12 esetében, ami a legbiztosabbnak látszik, azok 2022 tavasza körül fognak forgalomba állni itt Székesfehérváron. Egyébként ezen az elektromos autóbuszon túl azon, hogy környezetkímélő, hogy nagyon csendes, nagyon kényelmes, alacsony padlós, tehát akadálymentesített autóbusz, a sofőrök is nagyon jó véleménnyel vannak egyébként erről a gépjárműről. Tudni kell,
hogy ebbe a pályázatba a töltési kapacitást is ki fogjuk tudni erre a közel 20 autóbuszra építeni. Itt a hálózat tulajdonossával, az EON-nal is tárgyaltunk, az MVM-mel is tárgyaltunk, tehát úgy látjuk, hogy a Volánbusszal közösen ennek a technikai feltételei, pénzügyi feltételei is megteremthetők, és 10 év alatt ez a városnak kb. 400 millió forintjába fog kerülni. Összehasonlításként, hogyha maradt volna az 50%, akkor több mint 1 milliárd forintba került volna. És a legnagyobb tétel az nem is most fog jelentkezni, hanem kb. 7-8 év múlva az akkumulátorcsere az, ami egy komolyabb tételt jelent. A mostani számokba úgy indulunk ki, mintha akkor arra nem kapnánk támogatást, azért nyilván bizakodunk, hogy majd akkor a város ahhoz is kap egyébként támogatási forrás. De mi vállalni fogjuk ezt a 400 millió forintot a 12 autóbuszra, és jeleztük, hogy további 3 + 6 autóbuszra tartanánk igényt. Talán érdemes hozzátenni, hogy ezek szóló autóbuszok. A csuklós autóbuszoknál 23-at szereztünk be tavaly, további 7-re adtunk a Volánbusznak megrendelést, tehát ott 30 csuklós vadonatúj autóbusz lesz reményeink szerint, és ahhoz kapcsolódna ez a 12 + 19-20 közötti elektromos autóbuszok száma, amik pedig szóló autóbuszokat fognak jelenteni. Remélhetőleg minél több buszon azzal az ingyen wifi elérési, internet elérési lehetőséggel, ami például ezen az elektromos autóbuszon egyébként egy telekommunikációs cég partnerségében elérhető most itt Székesfehérváron. Azért ez már egy szintlépés lenne a közlekedésben. Hát ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag a naponta használt flotta döntő része, közel 3/4 vadonatúj, környezetkímélő, kényelmes, biztonságos, alacsonypadlós, tehát bárki számára elérhető autóbusz lenne. Azt mondom, hogy hát, ha lehet ilyen nagy kifejezést használni egy polgármesternek, akkor korszakos előrelépést jelentene a közösségi közlekedésben. Közlekedés, és Palkovics úr nevét említette, hát a hétvége az mozgalmas volt, Börgön kapcsán is bejelentés született. Valóban így van, készül az állami repülőtérfejlesztési koncepció, ennek része lesz Börgön, de ez mindenképpen jó hír. Az is jó hír, hogy abban állapodtunk meg, amit a város szeretett volna. De nem szeretnénk nagy utasszállító gépek fogadására alkalmas nemzetközi repülőteret, hiszen ott alapvetően Öreghegy és Kisfalut között mennének, ezek a repülők, nem biztos, hogy ennek örülnénk, de szeretnénk egy sport és üzleti célú repülőteret, és erre lesz lehetőség állami forrásból. Az első fontos forrást a Modellvárosok program keretében meg is kaptuk, 750 millió forintot utalt át a magyar állam. Ebből elkezdhetjük először egy koncepcióterv kidolgozását, aztán engedélyes terv, engedélyeztetés, kiviteli terv, és utána lehet majd visszavinni a végleges döntésre a kormány elé, de mi úgy látjuk, hogy ez olyan a mellette lévő ipari parkkal együtt értendően, közművesítéssel együtt, nyilván bizonyos útkapcsolatok építésével együtt egy 10-15 milliárd forintos fejlesztés. Erre miniszter úr és a kormány ígéretét bírjuk, hogy ez a forrás rendelkezésre fog állni az önkormányzatnál. Talán ami érdekes lehet, hogy tárgyaltunk arról is, hogy ez a repülőtér és ipari park, ez egyrészt magas hozzáadott értékű repülőgép iparhoz kapcsolódó gyártási folyamatokat fogadhatna be, ami értelemszerűen magas jövedelemmel járó munkahelyeket jelent, és jelentős helyi adóbevételt az önkormányzatnak a jövőben. Másodszorban pedig olyan képzési központok is kialakulhatnának, amik összefügghetnének az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karának fejlesztésére, amiről mindjárt beszélünk. Igen. És ezáltal az gyakorlatilag két telephelyes lenne, az egyik az Albarégia műszaki kar környéki épületegyüttesekben, másrészt pedig a repülőtéren. Tehát a repülőtér az egyszerre lesz közlekedési kérdés, lesz mellett egy ipari park, és az egésznek lesz egy képzési és technológiai park jellege, azaz kutatásfejlesztési tevékenységet is végzünk majd ezen a területen, és egy kicsit a drónrepüléssel, az ahhoz kapcsolódó pilótaképzéssel is össze fogjuk tudni ezt hozni. De mondok még egy példát, hogy miért fontos ez a repülőtér. Az csak az elmúlt mondjuk 2 hétben 2 védelmi miniszter járt Székesfehérváron, a katonai fejlesztések okán, az itteni parancsnokságokat meglátogatva. Ez várható azért a következő években. Itt vezető katonatisztek, adott államok, nemzetek, NATO tagállamok, védelmi miniszterei, magasrangú állami tisztségviselői érkeznek. Őnekik ezek után nem Kecskemétre kell majd menni, nem Budapestre kell menni, itt Fehérváron fognak tudni leszállni. Innen itt tud megtörténni az egyeztetés, és innen tudnak adott esetben tovább menni. Tehát azért ez egy nagyon komoly előrelépés a város gazdaságának,
turisztikai létjogosultságának és fejlesztéseihez alap, emellett sport repülőterként szolgálja azt a közösséget, az Albatroszt, amelyiknek azért sokat köszönhetünk, és mellette pedig egy új, több 10 hektáros ipari park kialakítására is lehetőség van, úgyhogy én mindenképpen nagyon jónak tartom, hogy most konkrétumok mellett tudott már ez a fejlesztés elindulni. Meg hát akkor végeredményben összefüggésben van az oktatás fejlődésével is, mondhatjuk ezt talán így. Az oktatással is, és a helyi közlekedéssel is. Az oktatással kezdenénk, Alba Régia Műszaki Kar, szintén miniszter úr bejelentette azt a kiváló kormányzati döntést, hogy az 1500 milliárd forinton belül, amit a magyar felsőoktatás kap uniós és állami forrásból, állami kormányzati döntéseknek megfelelően a következő években fejlesztése, 30 milliárd forint az Óbudai Egyetem belül Székesfehérvárra érkezik. Én nem tudok róla, hogy a város felsőoktatási történetében bármikor is ehhez akár fogható összeg érkezett volna a fehérvári felsőoktatás fejlesztésére. Ebbe ingatlanfejlesztés, eszközfejlesztés, tartalomfejlesztés egyaránt bele fog tartozni. Alapvetően a mehatronika fele fog ez koncentrálni, a robotika, a digitalizáció irányába szerintem nem kell hangsúlyozni, hogy ez miért fontos, és miért fontos, hogy ennek az egyik legfontosabb magyar felsőoktatási, kutatási, oktatási központja a Székesfehérváron lesz. Ez garanciája annak, hogy a fehérvári gazdaság és ipar nem csak a mában erős, hanem egy nagyon fontos lépést tettünk, hogy a jövőben is erős, vagy akár a mainál még erősebb is tudjon lenni, és 21. századi technológia érkezzen a városba. A fiataljaink, vagy a felnőtt képzésben a ma munkavállalóit is ezen keresztül tudjuk majd képezni. És a közlekedési lába pedig a repülőtérnek, hogy terve van véve egy 62-es, 63-as összekötő út, állami fejlesztésként, ami a stráda déli oldalán alapvetően egy keresztirányú közlekedést tudna jelenteni. Ha lehet így fogalmazni, akkor egyfajta déli elkerülő útként is tud majd működni, ami megint csak tehermentesíteni tudja a város belső nagy gyűjtőútjait, ahol bizony elég jelentős ma már a forgalom. Az is hagyomány már itt a köztérben, hogy igyekszünk a fehérváriaknak is lehetőséget biztosítani, hogy kérdéseiket feltegyék. Most is ezzel készültünk. Mikor lesz vége ennek az elzárásnak, hogy visszakapjuk Fehérvárt? Mert ez olyan gyönyörű, nagyon szép lett, nagyon szép lett. Aztán, hogy milyen lesz az a bőrgöndi reptér, nagyon-nagyon izgat, igen. Más nem. Szeretek itt élni, úgyhogy ennyi. Az M81-es autópálya, hogy az mikor várható, hogy indul a készítése? Erre szeretnék választ kapni. Én a Tobak utcában lakom, és én nekem ott problémám van. A Korona diszkont háta mögötti zöld udvarházban, és az ablakaim, meg az erkélyem is oda nyílik a hátuljára a diszkontnak. És hát ott olyan áruszállítás folyik, hogy ez nem, egyszerűen nem lehet elállni, tehát ablakot nyitni nem lehet. Én ezzel már fordultam egyébként a polgármesterhez, de hát még választ nem igen kaptam, ugyanis annyival lehetne talán csökkenteni a forgalmatot, hogyha megnyitnánk a Penny áruház felől a benzinkút felé, hogy a parkolóból legalább ne nálunk ott jöjjenek ki, hanem közvetlen van ott hely, de hát azt mondták, hogy ott van két fa, és hogy az zöld terület, és azt védeni kell. Nekem az volt a kérdésem, a stadionnal kapcsolatban volt egy elég nagy terjedelmű válaszadás egy sok kérdésre, és abban úgy az én kérdéseimre nagyjából válaszolt, és azért látszik, hogy mégis ő is próbál ettől a stadionos dologtól egy kicsikét kevesebb pénzt adni nekik, mert foci az nincs, de stadionunk is van, és ezt az önkormányzatnak kell föltartani, és ezt nagyon-nagyon nehezményezzük. Hát már látszik, hogy kezdik egy kicsit visszafogni a költségeket, de hát még mindig költünk rá elég sokat, és úgy gondolom, hogy tartsa el magát a futball. Mert profi futball, tehát neki kéne eltartani magát, nem pedig a városnak. És az önkormányzat igazából például itt a főutcán lévő vendéglátósoknak fizethetne, akiknek igen komoly bevétel kiesésük van a járvány miatt.
Úgyhogy ennyi. Nem igazán tudom, mert mondom, ezekre megválaszolt. Hát másról pedig, hát volna nagyon sok minden, amiről lehet. Várjuk, most én ott lakom a Fecskeparton a Móri út felújítását. Bízunk benne, hogy hamarosan valami történik. Már ugye tervek készülnek, úgyhogy igazából ennyi. Látszik, hogy egy nagyvárosban sokféle kérdés elhangzik. Arra reagálnék talán először, hogy a Tobak utca környékén tartottunk egy bejárást az ilyen jellegű panaszok vizsgálata okán, és Vizsa Attila képviselő úrral, városgondnok úrral, közlekedési iroda vezetőjével. Megnéztük azt is, hogy egészen a Vasvári általános iskolától kezdve, a Fehérpalotától kezdve az egész szakaszon valóban fölmerült, beleértve a diszkont mögötti benzinkútnál, illetve Peninél lévő utca esetleges kinyitásának lehetőségét is, úgyhogy ezt most a közlekedési szakemberek nézik. Lehetőségként szerintem mindenképpen jó felvetés. Kevésbé a fával van probléma, mert lehet olyan nyomvonal, hogy ne érintsük ezt a területet, hanem bizonyos szabvány szerinti védőtávolságok egyébként jelenleg nem állnak fönn, de ha más nem, egy egyirányú útkapcsolat kialakításával is lehetne már egyébként előrelépést elérni. Tehát szeretném visszaigazolni a hőnek, hogy abszolút nem csak ő, mások kérését is meghallgatva ezt a szakemberek vizsgálják, meglátjuk, hogy lesz erre a lehetőség. Stadion és vendéglátósok. Igen, van egy nagyon jó kis és aktív Facebook csoport, egy civil csoport, több mint 10 000 követővel talán a Facebookon, és a közösségi média felülete rengeteg kérdést szoktak nekem föltenni. Én magam nem vagyok a csoport tagja, viszont rendszeresen próbálok Sohanyai Editnek köszönhetően a kérdésekre megválaszolni. Ezek szerint érdemben, mert hogy eljut az érintettekhez. Néhány dolog a fociról és a stadionról, mert ez a kettő szokott a kérdésekbe egy kicsit keveredni. A maga a fociklub nem, már nincs az önkormányzat tulajdonába. Ahhoz, hogyha az új támogatást nézzük, akkor 60 millió forint támogatást ad a város ebben az évben, még a tavalyi 60 millió forintot pedig idén az év elején fizettük ki a klubnak. Tehát alapvetően itt a korábbi támogatásokhoz képest már egy elég, mondjuk úgy, hogy jelentősen csökkentett összeget adunk. A profi focisták és a klub az egyáltalán nem a város önkormányzati támogatásából él. Ez a költségvetésének szerintem pár százaléka sem már, amit ma még az önkormányzattól kap. Azért két összehasonlító adat, 2000 és 2010 között 1,9 milliárd forintot költött a város focira, a fociklubra, a Vidire. 2010 és 2020 között pedig 1 milliárdot. Tehát majdnem a felére csökkentettük ezt a támogatást, miközben azért az eredmények, a bajnoki címek, a kupagyőzelmek ebben a 10 évben jöttek, és nem a korábbi időszakban. Tehát van ennek a klubnak tulajdonosa, nem az önkormányzat ma már a tulajdonosa. A stadion ez egy másik kérdés, mert a stadion a város tulajdonában van. Itt 158 millió forint körüli talán az az összeg, ami jelenleg más bevételi oldalról nem fedezett, egy majdnem 600 millió forintos üzemeltetési költségű létesítményből. Az összes többinek a nagy részét a klub fizeti, illetve egyéb bevételekből, állami támogatásokból, rendezvényekből kerül finanszírozásra a stadion. Összehasonlításként ennél jóval, de jóval többet költünk uszodára, jóval, de jóval többet költünk a színházépületre, de még a jégcsarnokra is. Tehát nem ha azt nézzük, hogy mibe kerül valójában az önkormányzatnak a stadion, nem kevés pénzbe, de nem ez a legnagyobb üzemeltetési kérdése és kérdőjele ma az önkormányzatnak, főleg ha hozzátesszük, hogy 2019-ben, amikor egy COVID-mentes évet élhettünk még meg, de már teljesen át is működött a stadion, 65 olyan rendezvényt tartottunk a stadionba, ami nem labdarúgó mérkőzés volt, és ebből több olyan is volt, ami nem tudott volna Fehérváron megrendezésre kerülni, mert nincs más ekkora közösségi tere a városnak. Ez nem a Gyepszőnyegen történik, hanem a főépületbe, de szerintem nyilván ez is fontos a város életébe. Azt azért nem hagyom ki, hogy ne gratuláljak a csapatnak, hogy a Ferencváros kiverésével tovább lépett a Magyar Kupába. Ha már a bajnokság sajnos nem igazán jól sikerül, a kupában még áll a csapat, és bízunk benne, hogy ott lesz a vége elszámolásnál is. Ami pedig a vendéglátósok, hogy miért nem adunk támogatást a vendéglátósoknak, adunk támogatást a vendéglátósoknak, hiszen az országban talán elsőként és ebből a formában szerintem egyedüléként hirdetett Fehérvár önkormányzat a támogatási programot.
Ennek keretében egyébként most már több mint 60 fehérvári vendéglátásban dolgozó vállalkozásnak adtunk több mint 20 millió forint támogatást, és ez egyébként több mint 450 munkahely megőrzéséhez nyújtott segítséget itt Fehérváron. Egyébként ez még több százal szerintem nőni is fog a következő időszakban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a járókelőknek a sok kérdés észrevételt, és várom a megkereséseket akár ezúton is, akár a közösségi média felületeken. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm még egyszer, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!